Üdvözlök mindenkit, én Sticky vagyok, és ebben a videón bemutatom nektek, hogy hogyan is kell egy Kravmakit szervert készíteni, Hamachi nélkül, és pluszban megmutatom, hogy hogyan lehet megorvosolni azt a hibát, hogy azt írja nektek, hogy Country Server. Mivel elég sokan írták az előző Bakito Server tutorial alá, hogy Country Server írja nekik, ezért ezt is most bemutatom nektek, hogy hogyan tudják kiküszöbölni. Elsőnek is készítenünk kell egy új mappát, ugyan beleteszek a szervert, mondjuk legyen az, hogy szerver, de nyilván mi a neve. Ide hozzunk létre egy új szöveges dokumentumot, ezt nyissuk meg, menjünk fel az internetre. Ez a két oldal majd be lesz linkelve, persze a leírásban. Itt lejjebb kell görgetni, itt a Windows-os verziót ki kell választani, vagy akár akinek esetleg Linux-a van, annak ezt kell ilyen, de valószínűleg mindenkinek csak Windows-a lesz. Ezt szépen meg kell fognunk, ide be kell másolni. Itt ez az 1024M, ezt át lehet írni, ez attól függ, hogy hány gigabájtot akarsz adni a szervernek. Szóval mondjuk van 8 giga ROM-od a számítógépben, akkor ezt mondjuk átírod 4G-re, akkor 4 gigabájtot fog használni a szerver. De akiknek nem eredeti a Minecraft, azok itt át kell írniük ezt a true-t false-ra, és akkor onnantól ők is át tudják, szóval át tudnak majd menni a szerverre. Ezt el kell mentenünk mentés másként. Run.bat, lényegtelen, hogy run, csak az lényeg, hogy bat legyen a file formátum vége. Ezt bezárhatjuk, ezt a szöveges dokumentumot ki is törölhetjük. Szépen addig fel kell majd jönnünk ide, itt le kell töltenünk a develop and build 1.2-t, igen, megőriz. Szépen meg kell várnunk, míg lejön. Utána, hogyha ez lejött, ezt majd szépen át kell majd neveznünk. De addig is be kell csinálnatok majd egy ilyen port forwarding nevezetű dolgot, ami feltétlenül szükséges lesz a szerverhez. Szépen ide a keresőbe be kell írnatok cmd, ide be kell írni azt, hogy ipconfig, ez az internetnek a konfigurációt megmutatja, hogy milyen portokon futnak, és majd ezt mindjárt is magyarázom, hogy melyiket hova kell megnyitni, de amit látjátok, az mindjárt le is jön. Igen, már hogyha le akarna jönni persze. Kicsit most lassan az internetem, ez elnézést, amúgy sokkal gyorsabb szokott lenni ennél. Így ez le is jött, ezt szépen húzzuk bele a szerver mappába. Így né, szerver, most nem tudom, valami nagyon lassú az egész gép. Na mi van? Érdekes. Na így persze azon bevásárolni, na értitek. Akkor ezt a CraftBucket 1.62 valamit, ezt át kell nevezzünk simán, csak úgy, hogy CraftBucket legyen. Így né. Ezt szépen közben is indíthatjuk. Ez közben generálni fogja a dolgokat, ugyebár a szervernek. Inkább nekünk, itt van a CMD. Ezt majd persze azután fogunk, utána megvan a szerver, be is tudjam nektek ténylegesen mutatni. Közben látjátok már legedrált a server properties-t. Ezt majd meg kell nyitnotok. És itt is át kell írnotok az online modot, ami itt található meg, az online modot true-ról false-ra, azért, hogy a nem eredetek is ugyebár fel tudjanak menni. Jó, most a pályát ezt nem generáljuk végig, azt majd fordulja folytatni. Szátrőjük forsra, ezt így szépen elmentjük, és most újraindítjuk a szervert. Ez most szépen közben generálni fogja újra ugyebár a dolgokat. Addig indítsuk el szépen a Minecraftunkat. Akinek esetleg nem ilyen kliense van, aznak tudom ajánlani az egyik videómat, mert nekem is van egy videóm, amiben megmutatom, hogy hogyan lehet letölteni egy ugyanilyen kliens, csak ugyebár nem eredeteseknek. Aki esetleg nem talál meg az a neve, hogy hacker kliens. Így néz, közben így generálja. Addig adjuk szépen hozzá az IP-nket. Ide fel kell a What's My IP address-re. Akinek esetleg Wi-Fi-ről van, annak nem mindig lesz jó. Mert ugyebár a Wi-Fi az változó IP, és attól függ, nem mindenkinél változik az IP, de általában változó szokott lenni a Wi-Fi IP. De meg lehet próbálni, szóval valószínűleg így is működik, nagyon kevés olyan van, amikor nem működik. Szépen közben így hozzá kell adni, ezt átírjuk mondjuk tutorial szerverre. Tutorial server. Non. Amit látjátok, kész is, beírjuk azt, hogy PL, és így tudjuk ellenőrizni is, hogy működik, de hogyha beírjuk azt, hogy szégy, így néz, szégy mondjuk XD, látjátok, ki is írta a szerver, hogy XD, de nekünk azt írja majd ki, hogy country server, ugyebár, látjátok, country server. Nos, ezt úgy lehet orvosolni akkor, hogy szépen lerakjuk. A vírusírtót, hogyha van vírusírtónk, ki kell kapcsolni, és a hálózati tűzfalat mindenféleképpen, ezt mondjuk kikapcsoljuk fél órára most, ezt ki kell kapcsolnunk,
De amint látjátok, még itt csak fut a szerver, ezért kell nekünk most az az IP konfigos dolog, amit itt megtalálunk. Meg kell nyitnunk az alapértelmezett átjárót a böngészővel, ezt a 122.168.1. Ez minden, nem biztos, hogy nektek is ugyanez lesz, de mindenféleképpen ezt az alapértelmezett átjárót kell megnyitnunk. Szépen ide be is írjuk, hogy 192.168.0.1, ugyebár ide be kell jelentkeznetek, általában az alapjelző és a felhasználó az admin, de ezután utána tudtok majd nézni az interneten is. Keresnetek kell egy olyat, hogy port forwarding, ott legyetünk, hogy már van pár IP beírva. Ide utána vissza kell jönnünk, és itt van ez az IPv4 cím. Ezt kell ide beírnunk pontosan. Szépen be is írom, hogy 192.168.0.13, és a Minecraft szerverteknek az IP-je, az a 25.25.565-ös porton fut az alapból a Minecraft szerver. De ezt át lehet persze írni, mert hogyha mondjuk esetleg már van egy Minecraft szerver, ugyanezen fut. Nos, ezt is szépen engedélyezni kell, save. Igen. Ja igen, hogy ez értelmeül ugyanaz portra írtam át, ezért én... Na, én kérek elnézést. Ezt mondjuk átírom, jó, de sajnos ezt ki is töröljük, mert ugyanaz a kettő végül is. Ennek a helyére be lehet írni. Írni 565, ezt ide szépen bemásoljuk, ide is. Ezt is átmásoljuk. Save. El is mentette. És amit látjátok, már működik is a szerver. Fel is tudtok rá szépen joinolni, be lehet utána pluginolni, modolni, akármit akartok. Erről is van természetesen egy-két videóm, hogy hogyan kell bemodolni, meg ilyenek. Ops, egy falu mellé spawnoltunk, ez így jó. Nos, de a videó az ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, kérlek nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Sziasztok!